Szeretettel köszöntök mindenkit, Boda Zsuzsa vagyok, a Luther kiadó újságíró szerkesztő munkatársa. Többszörös öröm számomra, hogy Győriné Kovács Andrea kérésére én mutathatom be, illetve beszélgethetek Győri András Timóteussal, a Merengő című könyv szerzőjével. Többszörös öröm ez nekem, mert Bandival nagyon régóta ismerjük egymást, és az utóbbi időben pedig munkatársak vagyunk, és ezt a munkatárs szót szeretném külön is hangsúlyozni, ugyanis Bandi egy végtelenül szerény ember, de a végletekig megbízható munkatárs, és olyan jó érzés számunkra, hogy az ő szakmai tudására mindig számíthatunk a kiadóban. Mi elég sok könyvbemutatót és könyvbeszélgetést készítettünk együtt, és számomra mindig egy nagyon jó érzés, hogy ő áll a kamera hátoldalán, vagy a túlsó oldalán, de most elő kellett bújni a számára biztonságot adó kamera mögül, és tudom, hogy ő azért annyira nem örül ennek, mint amennyire mi, hogy a kezünkbe tarthatjuk a könyvét. A Merengő című könyvben 4 fejezetben 36 írás olvasható, többségében Nagy Tarcsának az utóbbi évtizedeiből felidézett epizódok, életjelenetek, kis momentumok, amellett, hogy nagyon sok madarakkal és növényekkel kapcsolatos, Bandira jellemzően kapcsolatos történetek is olvashatók. Egyáltalán miért kezdtél el írni, és miért kezdted el a nagytarcsai történetekkel kapcsolatos? Hát már gyerekkoromban szerettem mindig évelején megvenni ezt a kockás naptárt, és mindig beírogattam. Szóval szerettem leírni, amit megtapasztaltam, hogy most itt április 24-e megszólalt az első béka. Aztán hát nagyon sok barátom volt, és őnek is levelezőlapokat, ugye nem volt akkor még internet, levelezőlapokat írogattam. Már elkezdtem adventbe vagy bőjt elején írni a lapot, és egy héten csak 5-6 vagy 7 embernek írtam, vagy naponta csak 2-3-nak, de akkor koncentráltam rá egy fél órát, és hogy mik voltak a közös emlékeim az elmúlt időben, vagy egyebek, és akkor meg kellett tanulnom azt, hogy tömören kell fogalmazni, mert mindig a bélyek helyét is teleírtam, úgyhogy ez egy figyelmeztetés volt a későbbiek során is, a filmezésnél is, hogy nagyon tudni kell, hogy hol a határ. Aztán később, amikor kikerültem Kanadába, akkor rendszeresen írtam leveleket haza. Ezt megelőzőleg is, mert a családi beszámolókat írogattam fényképekkel, amikor már internetes is belépett az életünkben, akkor könnyebben ment ez a dolog, és akkor egy ilyen fél évi beszámolót a családunkról írtam a rokonságnak. Ezek az írások, amik a könyvben szerepelnek, ezek pedig, itt leírom a bevezetőbe, hogy mi is indította el ezt az egész dolgot, úgyhogy azt majd olvassák el a könyvből, viszont azt éreztem, hogy gyerekeimnek sok mindent elmeséltem az életemből, elfelejtik. És hogy nehogy, hogy megmaradjon, hogy, tehát az írás megmarad, és az én szavaim elszállnak, és ők már nem fogják tudni az unokáinknak elmesélni, akkor gondoltam arra, hogy azokat, amiket én átéltem, azokat át akarom neki tenni. Kezembe tartom az Evangélikus Élet legfrissebb számát, ez az Evangélikus Egyháznak a két heti magazinja, és ennek a 28. oldalán egy nagyon, számomra nagyon kedves, egyoldalas ajánló recenzió jelent meg erről a könyvről, Stifner Kőháti Dorottya munkatársunk tollából, és ebből szeretnék egy részt felolvasni. Győri András nagyon gazdag ember. A Szentírás és a krisztusi értékrend értelmében. És bőkező is. Nézzük csak, mit kap, aki kinyitja a könyvet. Arcok, ráncok, történetek, fények, nevetések, sóhajok. A nagytarcsai gyermekkor, a lelkész édesapa, a gondos édesanya, a csapatnyi vidám testvér, falusi gyerekek és felnőttek, a gyülekezet, a közösség. Disznóvágás, farsangi szeretetvendégség, bőjtiszelek, füllettnyarak, hintázás a búcsúban, temetőjárás, adventi csönd. Isten tiszteletek szent alkalmai és önfelett csinterések. Patakpart, kaszáló, harangszó az estében, ropogó hó a gyermekcsizma alatt. Évszakok, illatok,
falusi sütemények íze, dallamok. És még annyi más finom lelkű hangszeren játszó szerzőn tollából. Mindebben és mindezek mögött pedig ott az Isten. Ez, amiket így Dóri egy-egy szóval megfogalmazott, a Vakáció című írásban is benne van, és most szeretném kérni Barkas Józsefet, hogy olvassa el. Kedves jelenlévők, azzal a bevezető gondolattal kezdem olvasni Bandi barátom Vakáció című szösszenetét, hogy a mi gyerekkorunk, az én korosztályom és sokak korosztályának a gyerekkora is visszaköszön ebben a Vakáció című írásban. Mintha én is ott lettem volna. Igaz, hogy én dunakeszi vagyok, alagi. A kora délelőtti rekkenő hőségben, a konyhakert gyomlálási szünetében testvéreim vidáman dagonyáztak az esővízzel színültig telt hordóban. Vakáció ide vagy oda, a gyerekek nem játszhatták végig a napot, míg az asszonyok brigádja nagy gevládákba szedte a paradicsomot a lucsni földeken, vagy az uborkát a paszoviszkán, a férfiak többsége Pesten dolgozott. A gyerekeknek is ki volt adva minden napra valami munka, így volt ez nálunk is. Míg mi zöldségágyásban téptük a gyomokat, Kács Pistának vizet kellett hordani a háztáiba. A brancs tagjai segítettek neki a locsolásban, hogy mi hamarabb lemehessenek fürödni a Csíkpatakra. Pista igazából az egyik Sipicki família tagja volt. Ám szülei a Takács házát vették meg annó, így a Kács névvel különböztették meg a többi Sipickitől. A temetőnél már együtt voltunk. A libasor végén Tarcsai Jani és Péter bátyám a fejük tetején egy bádog teknővel szedték a lábukat. Az amúgy ruhamosásra használt méretes edény a csapat hadi flottája volt. Bizony hadi, mert hogy ember emlékezet óta folyt a harc a szentvégiekkel. A kenderföldeknél volt a határ. A Szilaspatak és a belé torkoló Csíkpatak alsó szakaszán Balog Misi volt a bandavezér. Nemrég örökölte meg ezt a rangot a Hentes fiától, Pintér Pistától. Már is nagy fegyelmet tartva dresszúrázta a közlegényeket. Tán ezért lett a beceneve Drisz. A határsértések rendszeresek voltak, és ilyenkor a csatazaj elhallatszott a focipályáig. Aznap Drisz és serege a világháborúk után a falu határában talált töltényekkel és kézigránátokkal játszott. Kács Pista most nem Vskára vezényelte társait, mert ott sekély volt a víz, és sok volt a pióca is. Igaz, a déli oldal meredekében volt néhány vízipatkány, és azoknak a hajkurászása is nemes harci feladat volt. Ám most a jóval messzebb lévő Stikatóra igyekeztek, hogy a teknő flottát vízre bocsátva megkezdhessék a vízi ütegek, a parti ütegek elleni támadás hadgyakorlatát. A nagyáradások alkalmával itt kiszélesedett patakot Nagyváradi Paliról nevezték el. Pali a szentvégi Tompa utcában lakott, de szabadúszó volt, nem tartozott egyik bandához sem. Ám mindkettőben elő-elő fordult, méghozzá igen meghatározóan. Egy nagy zuhé után a felvégiekkel együtt igyekezett fürdeni, hogy ő legyen az első a kukoricáson keresztül vágtatva, rohanás közben
letépte magáról az inget, és egy jól sikerült fejessel eltűnt a szürk és barna színű megáradt patakban. Mivel az eső telehordta iszappal a medre, Pali a tompa csobbanás után kapálózva próbált felbukkanni. Amikor a többiek beérték, dermedten állt a derékig érő lében. A ragadó, sötét iszappakolástól úgy nézett ki, mint egy hottentotta. Ettől kezdve a fürdőhely és Pali neve Stika lett. Az 1964-es nagy árvíz idején sodrás kimozdította helyéből a katonai hidat, és kiszélesítette a medret. Jó fejeseket lehetett ugrálni a kibillent híd korlátjáról, mivel hamarosan helyreállították, és a medret leszűkítették, így továbbra is a Stika tóhoz jártunk, ahol, mint rendesen, Kács Pista csapata, megunva a vízi háborút, mely egymás kiborogatásában merült ki, a teknő mellett a parton szárítkozott. Ilyenkor gárdos tanító néni, két rakoncátlan fia, mindenki ismeri őket, ugye, akik itt ülnek, Géza és Endre kalandregényekből vett ötletekkel ámította a fekete klotgatyás serege. Nagy terveket szőtek, hogy majd Drisszék csapatát legyőzve, a teknővel az ellenséges patak szakaszon áttörve elérik a Szilas patakot. Átcsorogva a Dunán, már mint kalózok indulhatnak a tengeri kincses szigetek meghódítására. Ekkor Kács Pista éreztetve, hogy mégiscsak ő itt a vezér, kijelentette, hogy a nagy műveletre csak kipróbált legénységgel indulhatnak el. Kiadta a parancsot. Mindenki hozzon valamit, egyik egy darab szalonnát, a másik krumplit, megint másnak halakat, s volt, kinek békákat kellett fognia. Az így összebográcsolt úgynevezett kőlevesből mindenkinek enni kellett tűzpróba gyanánt. A fürdése nem alkalmas, de mélyebb patakmedrekben, ahol jó kapás volt, nyurga, szürkézöl, csíkhalak és pikkelyesek voltak. A cápának nevezett helyen többnyire csíkok hemzsegtek, míg az egyik éles kanyarú mederszakasz a bálna nevet kapta a vaskosabb, ezüstösen csillogó pikkelyesekről. Legendás történetek keringtek arról, hogy kinek-kinek mekkora óriáshal vitte el a cukorspárgára szerelt, gombos tűből készült horgát gilisztástól. Az amúgy mindössze 8-10 centis csíkok a lúttolból készült kapásjelzőt, de még a nagy dugós peszákat is mélyen a víz alá rángatták, míg a pikkelyesek alig mozgatták meg az úszókat. Egyszer 20-nál is több halat sikerült kifognunk. A kis vödrünkben hemzsegő zsákmánnyal szedtük mezitlábainkat a forró aszfalton hazafelé. Unszolásunkra nagymamánk hal paprikást készített belőle. Az erőteljesen mocsár ízű, bűzű, hányingert keltő készítményt elégedettséget cínlelve kanalaztuk. Akár csak a tyúkudvarunkon csapdázott gerlékből készült levest annak idején. Túléltük ezt is, mint a korholást, melyet édesanyánk az esti lavoros fürdés előtt zúdított ránk, miközben petróleummal átitatott rongyal próbálta leoldani talpunkról a napközben felolvadt aszfalt útról felszedett szurkot. A piacolás és a mezőgazdasági munkák miatt a falusiak, a tarcsaiak
nemigen nyaraltak. Egyszer a TS szervezett egy buszkirándulást a Balatonra. A nagytarcsai asszonyok ekkor mártották lábukat először híres nyaraltató tavunk vizébe. Én viszont egyetlen legjobb barátom, Tóth Misi édesapja révén szinte bejártam az egész országot. Miska bácsinak ugyanis már a 60-as évek közepe táján volt egy szép, sötétkék moszkvicsa, melynek a hátsó ülésén részt vehettem a rendszeres családi kirándulásokon. Siklós és Harkányfüldő meglátogatása azért is volt különleges, mert Dobai Sógor, Tóth Gyuri bácsi, valamint Fényes Pali bácsi és családjaik is társultak arra a hétvégére. A siklósi vár bebarangolása után a harkányfürdői gyógyvízben kötöttünk ki. Az asszonyokat eddig csak népviseletben láttam. Fürdőruhában bőrük hófehér volt, de arcuk és karjuk könnyékig csoki barna. Öreg estig áztattuk magunkat a forró lében, az augusztusi csillagos ég nyári háromszöge alatt. A medence szélén egy póznára szerelt Orion TV készüléken néztük a Táncdalfesztivál élő adását fekete-fehéren. Ez volt az élvezetek ne továbbja. Közben néhány táncos, lengyel sör legurult a férfiak torkán. Csikorogtak is a fékek és a kerekek, amíg elértük és beparkoltunk vendéglátónk udvarára. Másnap, vasárnap lévén, Miska bácsi szorgalmazására délelőtt templomba mentünk. Az akkora mohácsi szorványban szolgáló Zászkalicki Pál meg is volt rendülve a nagytarcsai evangélikusok példamutató kegyességét. Na hát ez a szituáció az, amikor a bélyek helyett is teleírtam, úgyhogy lehetett volna rövidebben. Nem lehetett. Arra jó példa ez a történet, amit köszönünk szépen, hogy mennyi kis igaz gyöngyöket gyűjtögetett a Bandi nagytarcsa múltjából, és úgy kíváncsi lennék, hogy hányan emlékeznek, vagy élték át ezeket a történeteket. Viszont az is kiderült ebből a vakáció írásból, hogy te nem voltál egy magányos gyerek. Nem. Mit jelent neked a közösség, a barátság? Hát nagyon sok barátom volt, mint említettem, sokkal leveleztem, és falon belül is. A szomszéd gyerekek, összejártunk és együtt játszottunk, és túl azon a közhelyen, hogy egymást segítjük, meg szeretjük, meg jóban, rosszban együtt vagyunk, azért van egy nagy különbség Dávid és Jonatán barátsága között, és Hofni és Finás barátsága, akik csibészek voltak, akik a csibészségben tartottak össze. És lehet, hogy a színesebb, meg vonzóbb ez a barátságfajta manapság, hogy bulikban, meg egyedek, felszínes kapcsolatok vannak. De nekem az a nagy szerencsém volt, hogy a írásomban említett Miska, Tóth Miska barátom, aki kisgyerekkorom óta a legközelebb áll hozzám, és nem véletlen módon egy napon János bátyámnak az ifjúsági közösségében tértünk meg, és lettünk hívővé. Tehát ez is szorosabb betette a kapcsolatunkat. És ez fontos, hogy egy lelki kapcsolat legyen, ne egy felszínes valami. És hogyha már a lelki dolgokat említed, akkor a történeteknek egy jelentős része az evangélikus gyülekezetnek a tagjairól szól, illetve a saját családod történeteit is elmeséled, és megelevenedik benne lelkész édesapád, Győri János, akiről itt nem messze a teret nemrégiben elnevezték, szerető édesanyád, a testvéreid. Neked milyen útravalót adott egy falusi közösségben, egy lelkész családban felnőni? Hát az első és legfontosabb az szerintem, hogy édesapám és édesanyám példamutató életet élt elénk.
Tehát nem frázisokat hallottunk, hanem mindennaposan megélt igéket hallottunk, a reggeli, esti állítatok, az istentiszteletek, az istentisztelet utáni beszélgetés, még a tovább folytatva az ige hirdetésnek a gondolatait. Ezek nagyon sokat jelentettek, és arra neveltek, hogy meg kell élni a hitet. Tehát nem szabad megjátszanunk magunkat. A másik dolog, amit édesapámtól láttam, és nem tudtam talán megtanulni, hogy nem volt abszolút személyválogató. Tehát ő neki mindegy volt, hogy a öregnénit kell átjolgatni a lelkileg, vagy egy fiatalt. Ő mindenkiben egy megváltandó embert látott, akinek át kell adni az üzenetet, az evangéliumot. És talán én is igyekeztem, akár filmekkel is, akár ezekkel a kis összenetekkel is, elsősorban gyerekeimnek, de aztán úgy alakult, hogy most kiadásra is került, hogy ezekből az értékekből adjunk át valamit. Ebben az értékmentésbe szeretnék belekapaszkodni, mert ahol most vagyunk, ez a Falu Múzeum udvara, illetve hát az épülete, és ugye ez eredetileg az egykori nagytartsai lelkész Téló Gábor által alapított első bentlakásos evangélikus népfőiskolának az egyik megmaradt épülete a három közül, amely ugye 6 évfolyamot élt meg a földműves és iparos fiatalok képzését szolgálva, de aztán a történelmi viharainak köszönhetően ez megszűnt. Majd itt volt az evangélikus iskola, és amikor a Molnár tanítóházas pár, Molnár Lajos és felesége Margit ide költözött Nagytartsára, akkor ők felismerték a településen az értéket, és fontosnak tartották, hogy egy falu múzeumot hozzanak létre. De jóba voltál velük. És azzal, hogy te a filmjeidben is olyan embereket szólítasz meg, olyan helyzeteket örökítesz meg, amelyek utólag már nincsenek, értéket mentesz. És ez a könyv, ez a merengő is erről szól, hogy olyan pillanatokat rögzítesz könyvformájában, amelyek már letűnt időket idéznek. Miért fontos neked ez, hogy ezt az értékmentést végezd, és ezt végezted egész életedben egy olyan világban talán, ahol ez nem annyira előtérbe helyezett? Hát amikor dedikáltam a kollégáimnak, akkor úgy elgondoltam, hogy odaadom a fiatalabb korosztálynak, egyáltalán mit fog ezzel csinálni, kidobja, vagy bele se olvas, vagy ha beleolvas, akkor unalmas lesz neki. De én azt hiszem, hogy erről írok is, a ruha teszi az emberből, hogy nem muszáj nekem se fiatalon, se középkorosztálybelén, se öregen, mert haladni a korral, illetve menni az árral. Ha megnézzük a mai fiatalokat, soha olyat nem látunk, hogy nem mobilozna, vagy a füldugó benn van és hallgatja a zenét. Ez nagyon fontos dolog, hogy csend legyen, az ember el tudjon csendesedni, mert akkor kell, vagy tud elkezdeni gondolkodni, hogy miért is vagyok, miért is élek meg, hogy van ez az egész világ, és kezünkbe venni egy könyvet, amiből vele szagolhatunk egy egész más világba. Én is így olvastam számtalan irodalmat. Ez egy belülről jött, ez a vágy bennem, hogy a régi dolgokat tehát leírjam, megosszam, és hát ha akad egy-két fiatal, aki erre vevő lesz, és nem fogja megbánni, hogy vevő lett. Margit nénét tanítottak téged? A tanító bácsi, Lajos bácsi tanított negyedikbe. És az ő velük való beszélgetés, az úgy mennyire befolyásolt téged? Hát Lajos bácsi és Margit néni is nagyon szigorú ember volt. Én meg egy csintalan gyerek. Úgyhogy voltak konfliktusok. De hát én mindig szeretettel gondolok rájuk, ugyanúgy mondjuk nekem a legkedvesebb volt az első osztályban a Gádoros tanítónéni, aki a betűvetésre megtanított, búcsúírásomban írok is róla, hogy közösségeket tudott összehozni, mert voltak itt lakótelepiek, voltak itt paraszgyerekek, meg voltam én is, és hogy egyért tudtunk válni. Viszont én aztán tanítóbácsiékkal később a honismereti szakör révén nagyon szoros kapcsolatba kerültem, és nagyon megszerettem őket, és engem is elfogott ez a láz, hogy ezek a tárgyak, ezek a dolgok, ezek beszélnek, mesélnek sok mindent, és így aztán ragaszkodtam ezekhez, és ő hozzájuk is. És a tanítónéről szóló írásodban pedig te mesélsz róla,
Úgyhogy szeretettel kérem, hogy akkor ezt hallgassuk meg. Ez nincsen benne a kötetben, úgyhogy ez egy premier történet. Igen. Köszönöm. Úgy kezdem olvasni, hogy aki itt volt a megnyitónál 2 óra után néhány perccel, már hallott ezekről a történetekről, a keresztlányától, ha nem is Berecki Ibolyától, de talán a polgármester úr is idézett egy-két olyan történést, ami most visszaköszön. És volt egy nagyon fontos, a iskola igazgató helyettese, az meg végigolvasta az egészet, úgyhogy ismétlés lesz azoknak, akik már itt voltak, de akik, és nagyon sokan vannak, akik nem voltak itt, azok hallgassák most úgy, frissen. Margitkám édes. József kiszórt a vékából pár marok kukoricát a Baromfi udvar közepére. A tikok mohón kapkodták fel a magokat a letaposott hóról. Ekkor felnézett az égre, és látta, hogy igen nyomakodik a felhő. No, megint havazni fog, gondolta, és sietett vissza a házba, mert a levegő igen csípős volt. Ben, a két fiú a konyhaasztalnál reggelizett, és mikor apjuk belépett, megcsapta őket a hideg. Jánoska fázós volt, és gyorsan magára húzott egy pokrócot. Apjuk is odaült hozzájuk, és levágott egy darabkát a kolbászból. Magában elmondta az asztali áldást, és közben hála töltötte el, hogy van mit az asztalra tenni, és a porzsáva is elkerüli házuk táját. Az asszony kiment a kamrába, hogy a szityőből lisztet vegyen a kenyérdagasztáshoz. Ahogy lehajolt, hirtelen fájdalmat érzett. Szólt is az urának, hogy úgy érzi, menni kell. Józsefet, mintha balha csípte volna meg, felugrott, s odahagyva a füstököt, sietve lépett ki az utcára. A szomszéd rá is kiáltott, há olyan septiben! A bábához válaszolta, de bajsza alatt még hozzátette, ez meg minek kajabál. 1926. január 20-a volt, mikor Katalin két fiú után egy egészséges kislányt hozott a világra. Egy hét múlva Hajdú József meghatódva állt feleségével és a keresztszülőkkel az Iregszentcsédi római katolikus templom keresztelő kútjánál. A plébános érces hangján visszhangozták a templom falai. Margit, keresztellek téged az atyának, fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Hamar eljött az ideje, hogy Margitkát szülei beírassák az Iregpusztai elemi iskolába. Az eszes, szorgalmas kislány kitűnően végezte az elemit. Lévén édesapja jómódú földműves, a tamási polgári iskolában, a dombovári, majd a cinkotai tanítóképzőben folytatta tanulmányait. Így került egyre messzebb a szülői háztól. De erős szálak kötötték családjához, szülőfalujához, a Tolna megyei tájszóláshoz és katolikus hitéhez. Nem véletlen hát, hogy mindenképp vidéki tanító szeretett volna lenni. 1948-ban kapta meg oklevelét, és egy év múlva álláshirdetésre eljött Nagytarcsára. A falu szélén színes, népviseletes leánykák libákat legeltettek. A látvány úgy lenyűgözte, hogy már ott eldöntötte, elvállalja az állást. A Tolnai Klára színművészre emlékeztető tanítónéni hamar megszerették a gyerekek. Pár évvel később,
egy fiatal tanító, Molnár Lajos érkezett falunkba. A fes, fiatal ember felfigyelt csinos kolléganőjére, és hamarosan el is jegyezték egymást, és 1953. decemberében megesküdtek. A lelkes tanító házaspár a tanítás mellett elkezdte kutatni a falu történetét, néprajzát. Gyűjteményük kinőtte lakásukat, így azután 1960-ban megkapva a volt népfőiskola egyik épületét, megalapították a Nagytarcsai Falu Múzeumot. Ennek a Falu Múzeumnak ezt már csak én teszem hozzá, miután láttam Győri András Timóteusnak a Margitkáról szóló filmjét, hogy az alapja egy tulipános láda volt. Margitka, a tanítónéni abba gyűjtötte először a ruhát, a tarcsai híres viseleteket. Folytatom. Bocsánat, hogy ez közbeszólt. Tehát elkezdte kutatni a falu történetét, néprajzát. Kinőtte a lakásukat, és megalapították a Nagytarcsai Falu Múzeumot. Lajos bácsi engem is tanított, és amikor elindította a honismereti szakkört, egyből én is a tagja lettem. Így adódott alkalmam, hogy közelebb kerüljek a Molnár házaspárhoz. Gyakran jártam hozzájuk, és Margit néni viccesen mindig Angyal Bandinak szólított. Na, nem volt angyal egyébként. Az elmúlt szocialista rendszerben a pedagógusok nem gyakorolhatták hitüket. A rendszerváltás után Margit néniék rendszeresen látogatták a katolikus és evangélikus istentiszteleteket. Mikor már egészségi állapotuk miatt nehézkes lett a templomba járás, a közelben lakó Kovács Pál vagy én vittem őket a templomba kocsival. Erről is hallhattunk délután. Lajos bácsi halála után minden vasárnapi istentisztelet előtt kimentünk a temetőbe. A sír melletti padon üldögélve, Margit néni sírdogálva emlegette, milyen áldott jó férje volt Lajos bácsi. És valóban, valahányszor velük voltam, Lajos bácsi mindig így szólította. Margitkám édes. Egyedül létében telefonon tartotta a kapcsolatot Margitka, és volt tanítványa, Ördög Teri, gondoskodott róla délelőttönként. Amikor már nem tudta elhagyni az ágyat, csak ilyenkor tudtunk bejutni hozzá. Újságunkba írt cikkeket, és ennek kapcsán készültünk egy hangfelvételre, melyen maga mutatta volna be múzeumunk néprajzi gyűjteményét. 2019. január 11-én reggel Teri szokása szerint, ahogy belépett az előszobába, hangosan jó reggelt kívánt. Válasz nem érkezett. És lélekszakadva jött értem. Margit néni összekulcsolt kézzel feküdt az ágyán, arca nyugodt, kisimult volt. Az Isten nagy kegyelme, ami csak keveseknek adatik meg, hogy az élettel betelve, Lajos bácsi után vágyakozva, szépen átszenderült az örökké valóságba. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék neki. Győri András Timóteus. Bonni, nagyon szépen köszönjük neked, hogy ezeket papírra vetetted, várjuk a folytatást. Szeretnénk ehelyett is megköszönni, ehelyütt is megköszönni a Luther kiadó munkatársainak,
Antal Bálint igazgatónak, Isoem Emese szerkesztőnek, Diószegi Rita olvasó szerkesztőnek, Máté Tóth Zsuzsa korrektornak, Török Andrea tervező szerkesztőnek a könyv megjelenését. A borítóképet, amin Bandi éppen dolgozik, Magyari Mártonnak köszönjük, aki most is itt van közöttünk, és azon dolgozik, hogy az erről az alkalomról készülő tudósításhoz legyenek illusztrációk, majd az Evangélikus Élet következő számában, amit szintén mindenkinek a figyelmébe ajánlok. A felvétel, a videófelvétel, ami most készült, az pedig hamarosan az Evangélikus Egyház honlapján, az evangelikus.hu is látható lesz. A kötetet most 20%-kal lehet kedvezményesen megvenni, ott annál az asztalnál a szerző szívesen dedikálja, hogyha még valakinek ez nincsen meg, illetve ebből az Evangélikus Életből is hoztunk, amelyben a recenzió van, esetleg emlékként ezt is el lehet majd tenni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, hogy végighallgattak minket. Vegyék, vigyék, olvassák, terjesszék a jó hírét a Merengő című könyvnek. Köszönjük. Ha veszik, viszik, olvassák, hazaérnek nagy tartsára.